A nyári szünidő ideje alatt munkálatok folytak a Torontálvásárhelyi Mossa-Piádi általános iskolában, illetve a sportcsarnokban. Vidrács Krisztina igazgatónő elmondta, segítőkész szülők is munkát vállaltak az iskolában. Ami a munkálatokat illeti, szülők segítségével került több minden megszervezésre. Először is talán a sportcsarnokot emelném ki, ahol a kézilabda klubnak a vezetőinek a kezdeményezésére és a szülők támogatásával befestették a falakat, a belső teret a sportcsarnokban. Itt az anyagot az iskola biztosította, magát a munkálatokat pedig a kézilabda klub által biztosított mesterek és szülők közös összefogásával valósult meg ez a munka. Ugyanúgy messzelésre kerültek a folyosók és az öltözők is. Az iskola épületében a tanárit renováltuk, a tanárinak a padlóját csiszolták, szintén szülői támogatásból. Kalmár István és az ő cége vállalták azt a feladatot, mint már az előző években is, hogy díjmentesen ezt nekünk megcsinálták, úgyhogy most még a tanáriban szeretnénk a függönyöket kicserélni, így teljesen felújult ez a rész is. A nyár folyamán pozitív eredménye lett annak a pályázatnak, amelyet a szélerőmű céghez adtunk át. Itt egy digitális tanteremnek a kialakítására pályáztunk, és ez majd a következő időszakban fog megvalósulni. Egy olyan tantermet szeretnénk kialakítani, ahol okos eszközöket helyeznénk el, és amelyek a mai kor és a mai diákok számára érdekesek lennének. Itt olyan projektorra pályáznánk, amivel nem csak a falon lehet vetíteni, de ilyen interaktív padlón, falon is lehet használni, és amely gondolom, hogy a környékben nem található, és a gyerekek ezt élvezni tudnák. Ezen kívül még szintén tervünkben van ezt a tantermet, ahol valamikor a könyvtár volt, ezt egy ilyen digitális tanteremmé alakítani, és még az idei év folyamán szeretnénk ott is a padlót felújítani, illetve a falakat, és azután ezt az okos tantermet oda helyezni. Amikor felújult a könyvtárunk, akkor itt egy kis változás történt, tehát most az új könyvtárterem az már megvan, így a multimédiából lesz biológia kabinet majd, úgyhogy vannak ilyen kis változások, amelyek majd az idei tanévben működni fognak. A már megszokott, családias környezetben sok felújítás után a szeptember 2-i tanévnyitóval elkezdődött az új tanév.